Szóval így van, legutóbbi streambe Gundirt, meg Vortot Inasba raktuk. Nehéz volt egyébként a Piromantával, de sikerült. Most már jó, onnan örülök. Köszi még egyszer, skacok. A terv egyébként a mai napra, itt most már kell figyelnem a végigjátszásomra, ugyanis az a terv, hogy egy olyan endinget próbálok meg összehozni, ami nem egyszerű, mert bizonyos követelményeknek teljesülniük kell. Ez a tűzvitorlása ending, ami szerintem különleges, mert hát ez ilyen titkos ending gyakorlatilag. Úgyhogy megpróbálok erre majd odafigyelni, sőt, nem, hogy megpróbálok erre odafigyelni, ezt fogjuk csinálni. És a következő terület, ahova megyünk, a High Wall of Lothric, ott már ott lesz Yoel of Londor, és vele beszélnünk kell, és szintet kell lépnünk, ezáltal Hallow-á fogunk alakulni, amit nem gyógyíthatok meg magamon, és utána pedig küldetéseket kell csinálni. És azt mondtam, hogy nem fogunk idézni NPC-ket. Hát, nagyon úgy néz ki, hogy kell, de ezért azt találtam ki, hogy megidézzük az NPC-t, bemegyünk a fight-ra, megöletjük, talán úgy is egyébként jó lesz a küldi. Én úgy gondolom, és én pedig végzek a bosszal. Nem kell minden egyes boss fightnál idézni, de van, ahol majd kell. Igen, ez az öt szintlépéses dolog lesz. Én egyébként próbáltam nézni Viridian, hogy lehetne valamit reszelni a játékon, hogy még ennél is szebb legyen. Az már egy kicsit körülményesebb lett volna, de egyébként igen. Iszonyatosan gyönyörű a DS3, és gondoljatok bele, hogy a Demon's Souls az milyen szép lett PS5-re. Szóval, hogyha megjelenik az Elden Ring, az valami gyönyörű lesz. Itt nem lesz szavazás, mert hogy előrejelzésre gondolsz? Ha írnak ki a moderátorok, akkor lesz. Nagyjából tudni fogom, hogy mikor lesznek bosszok, de ti is nyugodtan jelezhetitek, hogy most bizony boss jön. Ugyanis ez egy olyan végigjátszás a címkék ellentétben, ahol lehet spoilerezni. Tehát, hogy kibeszélhetünk mindent a játékkal kapcsolatban, egyetlen egy dolog tiltott, az, hogy ami a többi végigjátszásom esetén is, hogy megmondd, hogy mit csináljak. Tehát, hogy mivel ez nekem nem az első végigjátszásom, ezért nyugodtan bármit kibeszélhetünk. Na jól van, srácok. Azt hiszem, nincs annyi szólom, hogy szintet lépjünk, de annyi van, hogy utazzunk. Szóval nagyon kíváncsi leszek az Elden Ringre, hogy milyen szép lesz majd. Hogy telt egyébként a napotok eddig, skacok? Megszereztük a táncos nőszemélytől a lobogót. Az helyzet, hogy megnéztük a táncos hölgyeményt is, hogy nyomja. És hát elég erős volt. Szinte csak simogatta. Olyan érzés volt, mint DS2-ben a Vendrick fight, az öt óriás lelke nélkül. Nem nagyon sebeztem rá. És hát így nézegettem a végigjátszásokat, hogy én hogyan és miként töltem meg korábban a Dancert. Hát nem az első 5 vagy 10 bossba volt benne, hanem azt hiszem pontif után mentünk a táncosra. Ez egyébként fent van YouTube-on. Talán egyébként a legtöbb boss killem az fent van YouTube-on.
hogy hogyan öltem meg elsőre azokat a bosszokat, hogyha valakit érdekel. Tegnap az áraton sok pontom maradt, így elfüstölném ma őket. Oké. Reggelire bundás kenyeret ettem meleg. Azt amúgy enném. A bundás kenyér teával az akkor szokott nálam menni, hogyha éppen éppen ilyen megfázásos időszakban vagyok. Ó, jobbulást a párodnak, Robert Kovács. Mely neked is, Purgatoriga. Szia, Janna. Sziasztok, sziasztok. Szia, elhagytál egy Asus shardot az előző játék alatt. Igen? Hol hagytam el? Ha egyből meg lesz a boss, vagy csak háromból... Ja, értem, hogy ezt most Viridiánának írtad, Joki papa. A 14-i nyeremény sorsolást gondolom akkor buktam, ugye? Racsa rám ért, de mivel költözködtünk, nem tudtam mit lenni. Fú, Pepe, most a Siege-esre gondolsz? Azon nem nyertél, és nem azért nem nyertél, mert nem voltál itt, pedig nyerhettél volna, hanem már azért, mert a gép így dobta. Onnan visszafordultál, mert elfogyott minden Asusod. Hát ez gyakorlatilag egyébként akkor itt lenne. Hát azt akkor fölvesszük, srácok, az Asus flaskasárdok azok kellenek nekünk. Tehát azt mondod, hogy... Igen, a High Wall of Lothric-nál van egy Estus flaska sárdunk, és egy lépcsőnél fordultam vissza. Aha, látom. Cellakulcs, van cellakulcs. Aha, és ott a cellakulcs, amivel lehet beszélni a kis fickóval. Oké, azt megcsináljuk. Mondjuk onnan le kell ugrani. Vagy le is lehet menni középre. Nézzük csak. Az valószínűleg egy leugrós történet, úgyhogy innen nem fogunk hozzáférni. A Siege-es nyereményjáték az olyan volt, hogy a Gleam pontájon kellett nevezni, szóval ahhoz nem kellett semmi trófea meg ilyenek. Tényleg azt a kis részt, azt a kis részt nem néztem át, és szerintem oda futni fogunk. Ez egyébként itt van. A szamuráj meg lett, csak én nem szamurájoztunk, de azt is megcsinálhatjuk most, hogyha szeretnétek látni. Arra is jelentkeztem, plusz jegyet is vettem a másikra. Másikra. Hát Pepe, amire jegyet kellett venni, azt lehet, hogy... az buktad. Aha, kaszgom. Húha. Oké, másik nem jön. Jason, köszi szépen a kis lóherés csírt. Most már jó az eye tracking? Most jó? Srácok, nem tudom. Kitartás, Pepe. És a sajnálattal olvastam, hogy most már nem tudsz annyira figyelni a streameken. Jó. Állad jó? Na,
Sír. Sír. Az helyzet, nem szabad kettőt behúzni. Hát ez mellé ment. Jó. Mennyire várom, hátportyázó? Eléggé. Várom, na ne. Jó, kevés eszuszunk van így az elején. Ha minden igaz, srácok, az ott egy Esus Flask shard, és ott lent pedig lesz a cella kulcs. Hát persze, hogy rossz gombot nyomok meg. Ó, hogy ő ott föntről dobálózik. Leugrott. Nézzétek meg, ilyenkor meg leugrik. Szevasz, madari. Padlizsánkrém volt a reggeli. A szemét mindenedet? Hát ez még így kicsinál a végén, srácok. És még emberölve is vagyunk, szóval hát ez most szívás. Jó reggelt mindenkinek, sok sikert. Szeretlek, kávé kisebb, mint három. Köszi szépen, Fentop. Köszi szépen a 100-as csírt. Ne! 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 Erről jött eszembe, nincs kint a halálszámláló. Most már kint van? Zapkását próbáltam egy újban? Próbáltam, de nekem az nem adta. Valószínűleg már nagyon szétázott, vagy nem tudom. Egyszer vagy kétszer próbáltam, de nekem a zapkása nem adta. Hanyadik DS3 stream nekem? Felkelte a játékok, beírod a kereső vagy DS, és akkor ott látni fogod. Egyébként ennek a karakternek ez a második streamje. Valószínűleg amúgy a néninek kell. Welcome home, speak thine heart's desire. Akkor nem. Akkor izé. A-betűs. A-betűs nekivek? Bajba vagyok most nevekkel. Ah, well met. 'Tis good to see ye in good health. What needs ye then this day? Igen, André. Azaz, Furgatorigal. Így van. Jostás, az meg 4-1. For thee, be careful. 4-1-ben jó lesz. Na de várjál, akkor most miért nincs 4-1, mert le kell ülnöm? Valószínűleg le kell ülnöm, igen. Aha. Jó, és akkor megyünk vissza a falon lévő toronyhoz. Áramnak ez a kedvenc DS része? Hát eddig egyébként... Eddig... Most lehet, hogy eretneknek fogok tűnni. De eddig, srácok, nekem a DS2 az, ami így... Ami nagyon adta. A DS2-es végi játszás. De ez valószínűleg azért van, mert abban újak az élmények. DS2 nagyon-nagyon tetszett. Persze lehet, hogyha végzek ezzel a végi játszás, akkor azt fogom mondani, hogy na jó. DS3 örök kedvenc. Köszönöm szépen.
Értem. Oké, fölöttünk mozog. Mocorog. Kecskát, kettővel kapcsolatban vegyes érzelmei vannak, vannak benne tök jó megoldások, de van benne egy csomó hülyeség, mert baromi hosszú. Hát mire a végére értem, már azt se tudtam, hogy hol jártam az elején. Ó, nekem nagyon tetszett a hosszúsága miatt. Meg tényleg azok miatt, a mechanikák miatt, amit az egyben meg a háromban nem láttam. Tényleg voltak béna bosszok, könnyű bosszok a kettőbe, de mindettől független nekem a kettő az így, tetszett. Tetszett nagyon. Na-na, kutyus, meghalunk a kutyától. Na, őt megvárjuk, hogy ide jöjjön, aztán megdobáljuk. Már lehet tölteni a Diablo 2 Resurrected-et? Na! Milyen fülesed lesz, vadafak? Hát ez hihetetlen. Ok, hogy delay-elte a szemétje. Felkiállt a játékok és meg tudjátok nézni, hogy mikor mivel játszottam, srácok. Alabárt. Na. Hát sok mindent használtunk el. Mi bakker, épp ma reggel nézegette, hogy megint tengetni kéne a DS szériát 1-3-ig, erre tessék, DS 3 jön velem szemben. Átlátod, ilyen ez. Akarod, ha nem DS jön veled szemben. Jaj! Hát ez a kutya mikor került ide? Na, ebb. Jó, meghalt. Olyan gyorsan elfogy az Estusom, és tök szíves, hogy... hogy ezek szerint akkor itt nincs ilyen biztonsági dolog, mint a kettőben volt, hogy tudok healálni Life Gem-mel. Jó, hát innen igazából mindent átnéztünk, úgyhogy visszamegyek. Bár úgy megyek vissza, hogy ott van loot, tehát azt azért begyűjtöm. Ja, te meg itt vagy? Te mit csinálsz ott? Ok. Hát én azt hittem, hogy ennek nem maradt HP-ja. HP-ja. Na, a fene vinne el téged. Veled meg nem harcolok. És azt néztük, hogy... innen ez kellene. És vele se harcolunk. Csak itt így elfutunk. Vagy hello? Köszönöm, köszönöm. Ott már dancer-ös fight lehet. Ó, és itt van a piros szemű. Piros szeművel is lehetne harcolni.
Gyere! Hihi! Jó, azt hittem, hogy maradt HP-ja. Na, srácok! Begyűjtöttük az Asus flaskát, és ki tudjuk engedni a kis arcot is a cellájából. Nem tudom, lesz-e rá szükségünk. Hogy hívják a kis arcot, aki cellából van zárva? Henri, Horace, Katakomba. Oké. Okay. Valószínűleg egyébként ő nem kell. Grirát, ezt úgy kell mondani? Azt hiszem... Hogy is kell hozzá menni? Egy cellába van. Oké. Na, a falon lévő torony kell hozzá. Szóval ez a gréret, ez nem kell az endingünkhöz. De azért kiengedjük. Nála, vagy vele mit lehet csinálni egyébként, skacok? Ó, titanit töredék, az jól jön. Egy árus, igen, csak hogy van valami ízginál esetleg. Persze, hogy rossz gombot nyomok. Aha, jól emlékeztem. Telekapod majd a Blue Tearstone-t. Meg néha hozhat vissza cuccokat, aha. Na, itt pont így kell lemennünk. Oké, pont elég volt a staminánk ezekhez az ütésekhez. Itt van még egy. Balra? Igen. Van questlánya, de azt hiszem nagyon bonyolult megmenteni. Most ez nem is szempont. Ah. You're no jailer, are you? No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Izzatlan hamuféle vagyok. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Oda fogunk menni a dors kis városkába. Just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. Igen, és azt fog kiderülni, hogy már nem él. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty.
What do you say then, huh? Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement. And I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the High Wall. Do your part and I'll do mine. Kék cseppkőgyűrű. Összefonódik a Sigward questjével, amit érdemes csinálni, mert onnan kapod az első Titan Ice Lab-et, meg a Katarina Armort. You have returned. Azt nézem, hogy... hogy ami nekünk kell, az az, hogy Andrival beszélgessünk. Aztán beszélnem kell a dékánok halála után szintén vele a Firelink Shrine-ba. Aztán a kartuszos katakombákba ismét meg kell keresnem. És sosem szabad elmondani azt, hogy mi újság Horace-szel. Aztán a Smoldering Lake-be meg kell ölnöm Horace-t. Igen, aztán Volnir előtt megint kell beszélnem vele, a hídnál, hogyha megöltük, akkor el kell mondani neki, hogy el kéne temesse Horace-t, egyébként meg nem szabad neki mondani semmit. Ha minden igaz. Aztán Jóska templomába is beszélnem kell vele. Nem szabad megölnöm a Pilgrim Assassin-t. Hát ez most így nincs meg, de majd nagyon fogok erre figyelni, hogy ez úgy történjen, ahogy kell. Pontiff halála után beszélni kell Júriával. Csomót, igen. És hogyha mindent jól csináltam, akkor a Dark Moon templomnál fog minket várni. Hú, Jézusom! 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 Lehet, hogy egy kicsit leterhelt a magyarítások oldala, mert most kezdtem el leszedni a DS3 magyarítást, de 3 kötőjel 5 kilobájt percekkel tölt. Javaslom egyébként, hogyha nem jön annyira jól, javaslom egyébként a fordítónak az oldalát. Valami THR Playground a neve, ha minden igaz. És onnan is le tudod tölteni. Ott nem lesz ilyen probléma, mert ha minden igaz, akkor Drive-ról fogod tudni letölteni. Láthatatlan, valószínűleg nem fogod megölni. Oké, és próbálok majd rá figyelni azért, meg majd úgyis kérdezgetlek titeket. Jól van. Visszamegyünk, megpróbálunk fejlődni, ha tudunk. Amúgy nagyon szépen köszönöm Shotgun Cure a támogatását, mert a 3. hónapja. Üdv újra itt köztünk, és hát gratula az új Wedgethez. Köszi a támogatást. Illetve köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Meg jó reggelt nektek is, Fentop. Welcome home, speak then. Na nézzük. Touch the darkness within me. Mert az energia kell a HP. Farewell, Ashen. Kell a HP. Kell egy kis HP. Ne egy csapás legyek már az erősebb szörnyeknek. Sigward Quest. Csak.
Nem nincs portyázó. A fordító srác megcsinálta egyébként a DS1-hez meg a 2-höz is a fordítást, hogyha valakit érdekel. Azok egyébként nem azok a tornyok, amiknek elángolniuk kell. Ott vannak a dékánok lent, nem? Vagy az nem az? Ezt sose figyeltem egyébként, hogy így nem mi látszódik. De azoknak a tornyoknak égniük kell, és most nem égnek. Mert hogy égniük kell majd, hogy be tudjunk menni az abisszol cseréghez, ha jól rémlik. És most meg égnek. Úgyhogy elalszanak. Vagy ezek nem azok a tornyok? Mit tudtak ezzel kapcsolatban mondani, srácok? Hogy pont, hogy el kell altatni a tüzet, aha. Oké, és akkor rosszul emlékeztem. Igen, az ott a végzett hegye. Lehet, hogy még a menet közben találkozunk Frodo-val is. Fordítva van, el kell oltani őket, aha. Egyébként mik azok a tornyok, hogy úgy égnek ott? Mit csinálnak? Osztály? Nem. Nem. Az még odébb lesz. Boss time szerintem egy fél-egy óra múlva lesz. Vagy nagyon max másfél. Igen, találkoztunk a furcsa szárnyú golammal. Na, itt lesz majd nekünk Joel. Így van. Beszélnem kell vele, aztán vissza kell mennem a Firelinkbe, és 5 szintet kell tőle kérnem. Jó. Megnéztem azért, skacok. Biztos. Azért nézegetjük ezeket, srácok, akinek esetleg nem lenne világos, mert ilyen nagyon speckó mendinget akarunk összehozni. Mágia meggyújtva. Ez egy vicces rész. Ez egy vicces rész, itt van sok csonti. És jönnek kutyákok. Kutyákok bántják ezeket az undeadeket. Ó, elég erősek azért. Au. Oké, értem a célzást. Inasba is raktak. Azt a rohadt. Jó, hát akkor már hamarabb kell ezen agyalni, hogy hogyan dobáljam le őket tűzgolyóval. Kaptáskásak lettünk csúnyán. Szóval kinyitják. És nekünk kutyust kell ölni. Hát eddig nem jól csináljuk. Jó, van még egy kutyusunk. Jó a sebzésünk, úgyhogy nincs ezzel gond. Kutyusok egyébként még lesznek hátul is. Úgyhogy most nem az ajtók nyitásával foglalkozunk. Itt lesz egyébként. Oké, tehát ez double kill lett, ugye erre nem gondoltam.
Itt van a vonzó koponya. A vonzó koponya pedig annyit tud, hogy ha eldobjuk, akkor arra figyel majd az enemy. És itt lesz a Hoel valahol. Talán jobbra. A loot balra van. Hazatérő csont. Please, grant me death. Undo my shackles. Oh. Oh, then it's true. A champion of ash as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor. Rondoli, a pilgrim, Yol. As you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. El kell fogadnunk a szolgálatát, srácok. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. És el is ment. Tehát felfogadtuk. Úgyhogy sokat színelve is lesznek? Igen, vadafakot is lesznek. Na most, hogy felfogadtuk őt, visszamegyünk hozzá, mert az a feladat. Legalábbis az a feladatunk, hogy még az Abyss Watcherek előtt, majdnem leestünk, beszéljünk vele, de még ezt most megtesszük, mielőtt elfelejteném, vagy bármi hasonló. Azt tudtátok, hogy elvileg a londoriák ...nak ez egy ilyen báb alakja, és ha teljesen kifejlődnek, belőlük lesz a Pilgrim Butterfly, ami a Dragon Slayer armort is irányítja. Wow, komolyan? Szóval ez a báb alakjuk, és hogyha kifejlődnek, akkor a Dragon Slayer armor irányító lepkék lesznek. Durva. Ezt nem tudtam egyébként. Sárkány gyíkvér sisak. Na, minden igaz, akkor vagy balra, vagy jobbra lesz. Én azt mondom nektek, hogy balra. Aztán majd jobbra lesz. Itt bújkál vala. Ott van. Szia. Oh, a champion of Ash. Welcome home. This pilgrim. With a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this. Isteni lángos. Of my leal service. Szerintem a hívd el a valódi erődet kell. As I have said, alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. Kaptunk egy emotot is tőle. As I have said, alas, but I can't. Perhaps I believe we pilgrims of that those breath. Okay, as I have alas, but jó, I but the. Kimerítettük a beszélgetést. As I have said, és a vásárlásra akartam jönni. Tehát tőle tudunk ilyen léleknyilvesszőt, nehéz léleknyilat. Varázsfegyvert, varázspajzsot venni.
És azt hiszem amúgy ennyi, így van. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Ez az. Be safe, champion of ash. Hogy is kell kérni? Két halálonként van egy szint. Ja, tehát akkor kötelező meghalnom. Oké, okay, értem. Tehát, hogy két halálonként kapunk egy szintet. És ezt meg kell csinálnunk. Ezt meg kell csinálnunk az Abyss Watcher halála előtt. Tehát, hogy a megölése előtt. Okés, okés. Már az elején látszódni fog amúgy ennek az endingnek a kezdete. Jó ellen. Lehet jobb, ha most megöleted meg. Az a helyzet. Nem lesz ezzel gond. Nem lesz ezzel gond. Abyss Watcher halála előtt kell nekünk 4x2-8 halál, tehát 17 halál kell. Okés. Jó. Szerintem amúgy ezzel nem lesz gond. Szerintem ezzel nem lesz gond, srácok, hogy meghalljunk. Megint el kellett. Vagy minél kevesebb halál... Néha nincs ilyen cél. A szemét minden ebb. Persze! 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 Azokhoz a kutyusokhoz nem megyünk. Itt lesz talán amúgy az első invédelőnk. Mennyi ilyen egyetlen egy emberünk van? Itt lesz invédelő, nem srácok? Hogyha emberelve lennék. Vagy ember nélkül is invédelnek? Ezt már nem emlékszem. Hogy van ez pontosan? Csak emberrel, aha. Jó, hát akkor elnyomjuk. Tűz Bemba. Itt csak emberben, DLC-ben van ember nélkül is, aha. Aztán a DS2-ben meg működött úgy, hogy nem volt humanitásunk. Szia! Tizedik szülnapja van a DS-nek? What? Komolyan? Bakker! Most morcik lettetek rám? Neki gurultam, azt megijedt. Repair Powder. Na, minden igaz, itt majd lesz Repair Powder, Small Leather Shield, Estus Shard és Ember. Végül is lesz egy emberünk. Végül is lesz emberünk. Lehet el kell nyomni. Kicsi bőrpajzs.
Úgy lesznek azok az undorító lények, nem? Cső, pocó. Velem mi történt? Vannak jóságok erre? De milyen jóságok? Wow! A Dark Souls első kiadása 2011. szeptember 22-i. De durva. Ezt nem tudtam. Ja, amiket soroltam, ha. Ja, itt van a Repair Powder. Szia, Kenten. Hú, azt hittem beszoroltunk. Ez tök durva. Most 10 éves a DS. Hú, itt majd lesznek ilyen lények, srácok. Szia. Mit szólsz egy kis... tűzhöz? Most lejövünk ide, de itt lesz egy nagy kardos ott van. Nem, ez külkölcsöves. Ne haragudj, ez most mellé ment. Megoldott a játszom a Pokémon United-del, nagyon menő. Hát a legmenőbb dolog benne szerintem az, hogy nem 1000 évig tart egy meccs. Faszén fenyőkupac. Szóljátok, hogyha titkos fal lesz errefelé, nyugodtan. Már nem emlékszem mindegyikre. Jó lenne itt jobbra menni először, hogy az óriással beszéljünk? Loretta csontja. Na, most lett progress a Gerard küldjével kapcsolatban. Hintetek már érdemes most beszélni vele. Gyere, cic. Halalalalalala. Ez a nagy darab, ez nagyon kellemetlen. Gyere csak. Látom, mennyi HP maradt. És itt lenne az első invédőnk, úgymond. Invédelnek be minket először. Hello? Oké, okay, ez jó volt. Tűzben van. Mi a menő a Pokémon Unite? Az Switch-en egyébként fizetős? Nem jó! Nincs NPC invéd, majd később hidasból. Én azt hittem már itt van. Húha! Milyen hőkövető képességed van? Nézd, nekem is van ilyen. Én is tudok ám ilyeneket csinálni. Hát, evangélista nadrág volt nála. Pedig azt én megesküdtem volna arra, hogy szoknyája van. Telefonon ingyenes, akkor valószínűleg Switchen is az.
megmondom nektek őszintén, srácok, így őt egy kicsit könnyebb volt legyőzni. Ó, ez az. Amúgy valószínűleg eléggé le vagyok maradva, még sosem játszottam egyetlen DS játékkal, és végig játszást sem néztem róla, csak tudtam, hogy van, és iszonyat szívás, na majd most. Jók a DS-ek. Na-na. Nagyon jó szerintem a Souls-ok világa. Főleg amiatt, hogy ilyen teori kraftolós világba viszel benneteket. Vajon mi lehet a bosszok története? Ilyenek. Utána nézel, googlizgatsz, ilyenek. Twitchen is ingyenes. Ó, köszi. Majd csak ilyen út van. Itt fogjuk megkapni a Zweihandert. Ne! Erre fel. Na hát ez nem Zweihander. Én is tudok ám ilyet dobni. Hihi. Valami nagy toronyba kell mennünk. És ez az ajtó még most nem fog kinyílni. Ami itt van. Demon's Souls PS5 változata is baromi jó lett. Ja. Az nagyon vagány. Demon's Souls PS5-ös. Sajnos srácok, kell használnom a fegyveremet is, nem csak varázsolhatok, mert nincs annyi manám, úgymond. Mi fogja adni a Zweihandert, ha minden igaz? Szia! Az nem jó! Srácok, az rohadtul nem jó. Eddig tudom jönni. Lehet majd bemászni egy szörny háti ketrecébe. Olyan? Basszus, hát ők mit keresnek itt? Eltévedtetek, fiú? Ja nem, ők ilyen petrolok. Hát elfogyott a manám. A nyugje plusz 3 az azt jelenti, hogy végvitted a játékot, és újra kezded erősebb szörnyek ellen, újabb cuccok jelennek meg a pályán, más questet tudsz például megcsinálni, hogyha akarsz, megcsinálsz olyat, amit az előző végigjátszásodban nem csináltál meg, más endinget kaphatsz, meg más statokkal tudod ugye már végignyomni. Az igazi játék ott kezdődik, hogyha már egyszer végigjátszottad a játékot, mert akkor már lesz statod a buildekre például. Itt végén jobbra, és fel a tetőre. Ó, ez innen nyílik. Azt hittem, hogy a túloldalról fog. Ah, és oda a toronyba kell mennünk. Kösz. 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 Itt végén jobbra, és fel a tetőre. Semmi lót. Szörny hátiket lecéve. Ja, valószínűleg erre gondoltál. Az rohadtul nem jó, srácok. Halni fogunk. Igen. Még eltalált a szemét a köpőcsőjében.
lesz ebédje. Gyere, gyere! Tényleg ezeket még ki tudjuk így lökni az egyensúlyokban, hogyha rájuk gurulunk. Látszólag nem jönnek tovább. Értem. Jó kis csalók. Hogy Nessai mondta, aki varázsol, az is csal, mert túl egyszerű a játék. Hát, az elején még annyira nem egyszerű a varázslónak a helyzete. Ez a hely, nem tudom miért jó. Köszön, köszön, köszön. Na gyere ide. Úgy, úgy. Ketten is lőnek. És van egy harmadik enemy, meg egy negyedik is! Hát akkor lemegyünk ide. You have returned. Jó, egy megölte magát. Egyet pedig mi öltünk meg. Őrs, köszi szépen a támogatásodat. Imáron második mondatja, mint feliratkozott vadász. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek. Köszi, köszi. Jövő héten én is neki fogok a DS3-nak haverokkal. Na, hajrá, hajrá! Nagyon jók vagyunk, srácok. Ben, ha-ho. 1000 éve láttalak, Ben. Minden zsír. Oké, ott is van lootunk. Jobb ágy balta. Ott is van loot. És azt mondtátok, hogy itt lehet majd bemászni a szörny háti ketrecébe. Gondolom valahol erre. Mert ott végig menóztam 12 órával, most pedig álláskeresés. Ó! Hát, hajrá, hajrá! Hozzában. Itt minden frankó. Én nyomtuk a DS-t, úgyhogy most a kettő következik. Deszkapals, és az már ott valószínűleg enemy lesz, nem? Another Nana disappeared. The grand thing carries a cage. He ever has his cage. A Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Another Nana disappeared. A Nana's never coming back. So come into the. Uh.
ez az, amibe bele lehet mászni, és ezt meg kell ölni, vagy hogy lehet belemászni a ketrecbe? Meg az most jó lesz nekem, hogyha belemászok, srácok. Nem ez az? Ezt megölhetjük? Vagy ne öljük meg? Kicsit tovább van, ez nem az. Akcsa. Frodónak el kell kapnia? Ajaj. Sose láttam, nekem se rémlik. Mondom őszintén, nem nagyon dumáltam vele, csak lecsaptam. Nekázzak a tetejére felmászol, és leugrasz. Aha. Aha. Hagyni kell, hogy elkapjon. Az se baj, hogyha megölsz egyébként. Ő a zsákos. Egyébként vagy őt ölhetem. Hát ezt sose láttam még eddig, srácok. Nem is akart bántani minket. Wow, mik vannak. Mi a manó? Jaj. Ez nem az a terem, ahol a golyós fa van. Most a golyós fa alatt vagyok. Ez nagyon durva. Ez de durva. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? De itt lesz a golyós, amikor ez van az NPC meghal, szóval ide csak a fa előtt tudsz jönni. Ó, oh, de menő! És vele mit lehet csinálni? Igen, csak még nincs beomolva a tető, és állítólag valami küldét tudsz itt kezdeni, de nem biztos. Na, eljöttök. Erre mindjárt rálesünk. Ő elvileg Hodrik. Hodrik. Hodrik DS3. Aha, ő az, aki beinvédel minket, hogyha minden igaz. Valami láncokat dob. Milyen ilyen shackled dob. Egy ilyen Covenanthoz jó ez. Moudmaker Covenanthoz jó ez a dolog. Ha minden igaz, ha jól értem. Van itt valami küldetés, de én sem tudom pontosan, hogy mi a menete. Be tudsz lépni a Covenantjába, aha. Oh, yes, yes. Then we are just fine. It's important to know who you are, but we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Előbb-utóbb mindenki megőrül, azt mondja. Beware,
The shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart. Vésd a szívedre, hogyha úgy érzed, kezdesz megőrülni. Sírhantolók. Ez az a cucc. Ez a shackle. Nem, ez nem a shackle. Ez akkor micsoda, amit adott nekünk. Halló, mensz, nem? Nem tudom, mi lehet ez az item. Na látjátok, ezért jó, hogy magyar. Most gőzöm sincs, hogy mi az, amit adott. Sírhantolok. Gyere ide, hogy itt halmozd fel az áldozataidat, mert azt fogja megformálni a horgonyodat. You'll go mad. Take my advice. Use this bone and leave this place. Ad nekünk egy, igen. This pit is for hollows and for the occasional fond of piling up. You've better things to... Kimerítettük a beszélgetést. Harci Isten fapajzsa. Ez ennyi. A kommentel az a gond, hogy van egy-kettő, amivel belépsz, akkor bizonyos küldiket nem tudsz megcsinálni. Én nem is akarok kovenantozni. Én csak azt a secret endinget akarom. Shopping. Kötelezd el magad a sírhantolók szövetségéhez. Ja, értem. Tehát ez gyakorlatilag az item, amivel a Covenant-tal beléphetünk. Jó. Akkor ez ennyi volt, srácok. És ki kéne rakni gyors gombra. A Honvárd bont. Szia, őzik a Szia Itachi. Üdv mindenkinek, srácok. Szentély mágia. Szerintem visszamehetünk. Szintet is lépünk közben. Hát ez menő volt, srácok. Én nem tudtam, hogy ilyen van a játékban. Welcome home, I speak then. Very well, then take none. És közben felvettünk még egy S20 flaska shardot. Ó, még kell egy 100-as, szóval azt is tudom majd fejleszteni. Ez még kevés. Welcome home. Ez már biztos elég lesz. Very well. Then take. Then touch the darkness within me. Farewell, Ashen One. Egy 20-asig szerintem érdemes lenne felhúznia. HP-m. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. Dühralmat kapott, hogy nem tud meghalni. Return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? What a sick... Asking us to seek the Lords. We're talking truth. Andréval kell beszélnünk. Meg a kis csókával is kéne beszélnünk. A kis csóka... Kis csóka... Geralt, a... Toronyban van, vagy már itthon van? Prithee, be careful. I don't want to see my work squandered. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well,
Now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Itt a tetőn is van egy Estus sát. Rémlik valami. Ott szenvedni kell az ugrálással, nem? Doxika. Heavens. She was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. You can keep the as. Okay. Vásárolni lehet nála ilyen sisakokat. Okay. Jó, ez annyira nem érdekes. Talán az ember, ami érdekesnek tűnik. Jó. Még azt mondtátok, hogy a ninjával is érdemes lenne harcolnunk, mármint hogy az még él, szóval én nem mentem el arra, de ránézünk, mit szóltok. Nem tudsz újabb ingyenes szint? 2 halálnál tudok, de megnézhetjük. Sziasztok, régi kedvenc, meglepődtem, amikor láttam, hogy ma ezzel játszol. Pedig de. Ezzel a csapatom. Az nem jó. Értem. Durva, mit sebez. Uchi Katana, a mester öltözéke és a mester kesztyűje. És hogyha felmegyünk a tetőre, akkor ott tudunk majd lejönni, ha minden igaz. Akkor nyílik majd ki ez az ajtó. Ott az aljában mi is van? Köszi, köszi. Kenet nyugat pajzs. Az nem jó. Az helyzet még nem volt boss fight ma. Isti ezzel az Uchi Katanával nyomta, de. Az elején. Varázs. Varázs, és oda kimenni bentről lehet. Ez gyönyörű volt. Így talán amúgy ezt a helyet át is néztük. Úgyhogy itt jobbra kell kimennünk. Emlékeim szerint. Meg itt lehet valakikkel beszélgetni a végén, meg talán láda is van valamelyik végén. Hát, ezért. Valami van valahol itt fent. Na és innen kell ugrálgatni. Az ugrálgatást azt úgy kell csinálni, hogy oda fel tudjunk ugrani. Oda kell felugranunk a tetőre. Hát ez... legutóbb 10 perc volt.
Hát igazából, ha elteszem a cuccokat a kezemből, valószínű, hogy előrébb leszek. Nem is tudom, hogy hogyan kell pontosan ezt csinálni. De itt kell felugrani, ez biztos. Ugye, srácok? Mutassatok meg, hogy jól próbálkozom. Öt-tíz percnél sikerült? Na, valahogy így kéne csak az utolsó pillanatban visszafordulni. A lényeg, hogy a faz a fán egy kicsit tudjunk fölmenni. Igen, igen. Gyárolásom Csabi miatt regáltam. Megközelítőleg 70-80 DS3 run-om van a létező összes kihívása, de erre a fára még mindig nem tudok elsőre felugrani. Na, tessék. Hazatérő csont. És most gyorsan leugrunk. És itt van amúgy a kis madárka is, nem? Na, hát ez azért egy pár perc alatt összejött. Ennek most örülök. Ja. Szia, Aquila. Szevasztok, szevasztok, srácok. Ott lesz a madárka. És hát... Hát, nem emlékszem, hogy hol lát. De itt fönt lesz majd a titkos fal, nem? Ahhoz meg le kell esni. Nem így van. Nem kell esni? Csak le lehet. Nem madarasztunk egyébként a DS2-ben. Ó, tényleg itt az S20 shard. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy hol van. Itt? Itt van. Igen, tovább megyünk a trónon. Trónnál. És a láda az... Itt van, nem? Én nem látom. Itt van szem, nem tudom. Ott van, de ahhoz le kell ugrani, srácok. Igen, igen, csak ahhoz le kell ugrani. És ha jól emlékszem, akkor... Hát, megmondom őszintén... Nem érdemesebb innen... fölmenni, vagy az még nem most van? Vagy az máskor van? Igen, azt látom, hogy itt a kis ládikó, csak hogy nem minden lehet felmenni a mester mögé, a toronyba? Vagy az még odébb van? Van még egy lizárdunk. Nem tudok felmenni a toronyba, mert oda a kulcs kell, aha. Viszont van egy lizárdunk, azt mondjátok. 20 000 szól a kulcs, és még érdemes lenne a lizárdot megölni? Olyan kulcsom szerintem nincsen, egyetlen kulcsom van, azzal pedig kiengedtük a kis fickót. És azt mondjátok, hogy itt egy lizárd? Ja, tudom, hogy mire gondoltok. Tehát lizárd, vagy a ládikó? Hát szerintem legyen a ládikó.
Ja, és a Lizárdhoz talán amúgy hozzáférünk egyébként a toronyból is. Nem biztos. Mohó ezüst kígyó gyűrű, ez azt csinálja, srácok, hogy több soul-t kapok. Ha, hát igazából berakhatjuk ezt is, amíg nincs más. Jó, hát ez megvan. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded. Then these red eyes are for you. Okay. Use them to pillage embers and parázsokat rabolj. For your duty. What else are unkindled ashes good for? Szóval arra akar minket rávenni, hogy PvP-zzünk. Pillage embers for what else are unkindled. Lácskacok, még egyszer oda megyünk, megnézzük azt a lizárdot. Csak a kontrollerem DualShock 4, PC-n játszok. Na és itt van mögötte. Le kellett volna rúgni a létrát? Na. Hogy ez a létre az nem mostan. Hú, ez elég érdekesen nézett ki. A létrát lehet, hogy a torony után tudjuk. Szia, Mice. Oda még nem tudunk? Lehet egyébként. Erre nem néztünk el. Ha, és ott lesz a lizárdunk. Na, ez az, srácok. Nagy lizárd vagy kis lizárd? Már nem emlékszem, kis lizárd. Csillogó titanit. Aha, és oda tényleg nem tudunk még felmenni. De legalább meglett a lizárd. Legalább valami. Jaja, oda be lehet menni, ott bujkált ez a kis lizárd. Jól van, megnézzük. Azt is mondtátok, hogy megnézhetnénk Hoelt, Hoelitót. Nem tudom, hogy itt le lehet-e hozzáugrani. Talán egyébként le lehet. Nem itt van? A másik irányba van? Ha másik irányba van. Oh, I would do it. Át nem tudom. Még egyszer meg kell halnom, hogy tudjak szinteződni. Na és most már még egyel több eszközöm lesz. Az helyzetén akarok venni tőle. Á, szóval, hogy a 2500-ért adja az embert, ő pedig 2000-ért. Az emberökre szükségünk lesz. Goodbye. Na nézzük, srácok. Azt én meg akarom nézni, hogy van-e valami képességem. Nincs más úgyhogy. Hát akkor így jók vagyunk. Kinyitottunk ajtókat. És találkozni akarunk a Piromanta bácsival. A Piromanta bácsi pedig, ha minden igaz, ja, az óriással is dumálni akarunk.
Hú, hát az óriás az... óriás. Az Essus Shardot már odaadtuk Andrénak, Johnny. Igen, igen, most már 5 van. Annyiszor játszottam már a játékot. Ugye a falus maptól, meg a mocsraktól már hány ingerem van. Amúgy lehet, hogy tudtam volna a fegyómat is fejleszteni. Tehát csak oda kell sietnünk a híthoz. Csak oda kell sietnem. És még mindig követ. Az egyik bombás lesz a hátsó. Jó lenne megdobni. Nem jött össze, srácok. Mármint, hogy megdobtuk, de csak eltalált. Azért erre jövünk, mert talán... innen van a legközelebb az óriás. Semmit. Ja, és ők most már innen köpködni fognak. Gyere, ide dobjál! Szia! Ő is köszön nekem. Azt hittem, hogy valahol itt lehet felmenni. Te ismered itt az utat? Hát ez kellemetlen. Valami... izé volt. Itt valahol alattam... itt valahol alattam nem egy bonfire van, skacok? Vagy fölöttem van? Itt van valahol. De hogy hol? Valahol vagy alattam, vagy fölöttem. Hídról, amin átmentél, le kell ugrani. Ó, tényleg, tényleg. És ott van nekünk a torony. Oké. És oda pedig... oda fel lehet valahogy mászni. Azt a rohadt! Nagyon komolyan van. Nyomja. Várjál már, most engem innen... aha, onnan dobálnak. Bonfire-tel lehet majd felmenni? Aha. Na hát, csak sikerült begyűjteni, srácok. És elvileg valahol itt le lehet esni.
Igen, igen, fönt van a tűzvarázsló bácsi, aki kell nekünk. Az óriás is szerencsére itt van közel. Nagyon jó. Szerintem le is ülünk most. És tudom, hogy hagytam ott lootot, de azt fel fogjuk majd venni. Ott, ahol a robbanós hordók voltak. Ó! Itt voltunk? Aha, itt voltunk. Ja, akkor jól rémlet, hogy itt van valahol a Bonfire. Első végi játszás? Nincs. Nem első. Akkor ha első lenne, akkor ott lenne a címkék között, de nincs ott. Á, nagyon jó. Nagyon jó ez a képesség. Ez a hang nem tetszik. Ja, alattunk már jól van. Kösz. Te szemét. Júj. Na, ő az, aki nekünk kell. Easy balta. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer, a crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. You've been dabbling in pyromancies, it seems. Igen, nagyon úszkálok a piromanciában. Care to learn some pyromancies from this old man? Igen, akarom. Akarom a tudást. Wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Nos, most, hogy ez megvan, valószínűleg amúgy érdemes visszamenni. Hogy dumáljunk vele. Meg minden is felrobbant. Nem tudom, hogy ilyet lehet a srácok, de tesztelünk. Hú, de noob vagy karakter! Ne! Utolsó pillanatban? Tehát értitek, kasztolja a karakterem a... Firebolt. És azért nem tudta elkasztolni, mert leesett közben. Rakett, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, mert a második hónapja még hozzá töretlenül. Rengenek srácok azok a bizonyos szövegek. Köszi szépen, Rakett. Egy ismeretlen utazó lelke. És ha minden igaz, itt a vége felé van valami. Igen. Tűz, karom, gyűrű. Ezek a karmos gyűrűk nem tudom mit tudnak, srácok, de most már ez is megvan. Oda kell átmennünk. Srácok! Kihagyok valamit? Hogyha oda rögtön átfutunk? Mert ha jól emlékszem, itt már valami NPC-vel tudunk találkozni. Tehát ha futok, akkor kimaradok-e valamiből, az itt a kérdés. Növelje a piromancia sebzését, de bekapott sebzést is. Komolyan? Nézzük csak. Mennél a tüzes támadás, de akadályozza a sebzés elnyelést. Csökkenti a sebzés elnyelést.
Vigi Londori történet szerint a karom gyűrű vonzereje megszólítja a leverteket, akik egyébként a teljes készségbeesésbe kerülnek. Vissza tudok jönni bármikor. Jó van. Akkor megpróbálunk oda menni az óriáshoz, és megnézzük majd azt az NPC-t is, akivel ott lehet dumálni, mert ott lehet valakivel dumálni. Valami barlangba be akar minket vinni, hogyha jól rémlik. Jó, nem. Az ajtó zárva van? Komolyan. Nem tudunk akkor most az óriással beszélni? Sőt, minden tűztámadást növel, tehát a tűzsebzés van egy fegyon, azt is el nem csak a piromanciákat. Komolyan? Varázs! Hát most már 173-at támadtunk vele. Ott van valaki lent a pincébe. Arra mi is van, srácok? Nem emlékszem itt pontosan. Nem bírtam volna, hogyha leesel. Ben, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Ajjaj! Nagy a baj. Értem. Az egy sarkát egy másik bonfire-höz. Oké, és köszi szépen benne a 30 hónapot. Üdv újra itt köztünk, srácok. Eregjenek azok a bizonyos szvegek bennek is. Köszi szépen. Neki mélyetek, srácok, a csetet. Igen, az óriással akarunk beszélni most. Az a cél. Elfogyott. Szia! Szóval elfogyott a manna. Meg lesz a következő Esus flaska sárdunk. Akkor ott már a manára rakunk. Ajaj! Nagyon erős! Nagyon erős a kutya. Mi a manó? Azt a rohadt! Micsoda ugrási technikánkat ismer. Ez az ebb. Oké. Hát ezek a kutyák miket tudnak ugrálni? Elképesztő. Köszi még egyszer, Ben. Vonzó koponya, hát... Biztos megérte.
Az a loot, amit leszakítottam onnan, az hol van? Ja, az most ott lóg. Ah, értem. Jó. És ő... őt hívják úgy, hogy... Karim? Aegon of Karim. És Irina. Irinával kell foglalkozni. Pillanat, ránézünk itt az endingekre. Ha minden igaz, srácok, Karimékkal nem kell foglalkozni. Karim, semmit nem kell foglalkoznunk. Mi van a Karim questline-nal? Irina mirákulumokat árul nekünk. Aha. Lehet venni tőle Dark Mirákulumokat. Csak a tekercseken múlik azt hiszem, hogy mit adsz neki és a másik NPC-nek, aha. Van sötét út. Londor Braille Divinetome, illetve Deep Braille Divine Tome, ilyeneket lehet neki adni. Szóval, hogy ezek a tómok azok, amik így befolyásolják. Londor, bocsánat. Dark Blade, Vow of Silence, az amúgy menő lenne. És Yuriától lehet ezeket megvenni. Ha jól látom. Aha. A tesó mérges lesz, hogyha sötét dolgokat adok Irinának. Mert ott nem érdemes neki adni, azt majd Larának érdemes, akitől a Dyke Pyrot is adod majd. Azt akarom majd. Aha. Köszi szépen, azt mondom. Azt akarom a Dark Pyromancy-s cuccokat. Csak azt arra akarok rájönni, hogy ezeket a cuccokat, amiket lehet neki adni Irinának, azokat honnan szerzem? Azt írja, hogy Yuriától lehet majd venni. Yuria of Londortól, aha. És a másikat pedig... a Divine Braille Divine Tome-ot pedig egy mimik fogja dobni. Igen, Mellok, magyarul csapatjuk. Oké, és szóval... jó. Akkor nekünk nem kell, mármint, hogy felvehetjük végül is. Bozsi, köszi szépen a 100-as csírt. Beszélgethetünk velük. Another one of those unkindled, are you? De hogy nem kell nekik adni semmit. Köszi szépen. You deserve respect. No matter. Hol boss rám van, heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. Üzbitorló ending. You here in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion. DLC-kel együtt természetesen. Go on ahead. Traipse right past the abandoned church. Jó a szettje amúgy. You'll face death, and it won't be pretty. Enough death to leave you broken, time after time. Yeah. If like the others, you'll think go on ahead. Hope. If like the others, you're fool enough to think go on ahead.
hope. Okay. És oda valahogy le lehet menni, igaz? Talán innen. Ó, oh, a másik oldalról. Fú. És oda le pedig a kutyusoktól lehet menni, igaz? Abból az irányból, amit mondtatok, hogy ott lesz a bonfire. Ugye? Valahonnan onnan lehet ide jönni. Minden NPC egy gonosz facajjal fejezve. Kell vegyél egy kulcsot 1500 lélekkel, és az nyitja majd a kaput. Hm. Valamiért nekem az rémlett, hogy onnan a másik bonfire-tal. Onnan, ott van egy lyuk. Ott, a baltám fölött. Oda kell bemenni, és akkor ott lehet majd ide jönni, de akkor lehet, hogy ezek szerint rosszul emlékeztem. Az viszont biztos, hogy most csak az óriással fogunk én onnan, de attól még a kapu nem nyílik. Ah, ha. Szevasz! Ez most Sieglid vagy Siegward? Oh. Pardon me, I was absorbed. Vagy egyik se. Ez lehet amúgy, hogy egyik se. I am Siegward of Catalina. Ja, amúgy egyik se. Csak Siegwardnak adja ki magát. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Na jó, szerintem itt még egyébként Siegwarddal beszélünk, és csak később fogja átvenni a helyét egy... egy ilyen... csaló, nem? Kacok. Most már ez jó lesz? This lift with a little warming up, I've got to you. Gyere, gyere velem. Patches. Ő más valaki, mint aki a DS1-ben volt, csak ugyanolyan. Igen, igen, az Sieglid. A Sieglid. Ez Siegward. És majd Patches lesz, nem? Hogyha csak annak adja ki magát? Hát én úgy tudom, hogy amikor a játék vége fele találkozunk vele, akkor ő már nem Siegward lesz, hanem Patches, csak Siegwardnak adja ki magát. De hogy miért van ez, nem emlékszem már pontosan, de majd leírjátok úgyis a csetre. Mikor lesz csaló? Ha valaki tudja, nyugodtan elmondhatja. DS1-ben még Siegmeier is volt. Ha. Sieglidre emlékszem. Valami Sieg akármik vannak, igen. Patches átveri őt, de ő az eredeti. Igen, ő az eredeti, ez most biztos. És majd csak később lesz Patches. Ott fogunk majd harcolni. Ott fogom majd segíteni. Ott lánc. Valószínűleg egyébként már most is itt ül egyébként kint, csak nincs hozzá flaskám, hogy ezt megcsináljuk. Who are you? Who are you? Béküljünk ki. I help anytime. Fiatal fehér faág. I help anytime. Ez ennyi volt? Ez ennyi volt, skacok? Tehát igazából, ha azért mondtátok, hogy érdemes a fiatal fehér faággal kezdeni, mert akkor nem fog minket bántani, hogyha nálunk lesz. Jó barát nem bánt. A katedrálisban lesz majd Patches az armorba, de meg lehet venni tőle a páncélt és vissza lehet adni Siegwardnak, lehet így folytatni majd az ő questjét. Wow!
Ez amúgy tökre érdekel. Tökre érdekel. Közben szedtem fel még valahonnan egy Estus töredéket, vagy Johnny tényleg segíteni akart nekünk. Igen, most nem nyomhatjuk el az ágat, mert akkor rögtön bántani fog minket. Siegmeier volt Siglin. Siegmeier volt Siglin, a lánya a délsen, ugye Siegmeier egy újabb lovag, onnan a többi sztori rész, mert spoileren. Hát amúgy mondjátok nyugodtan, mert hogy a leírásban is ott van a címkéknél, hogy szabad spoilerezni. Ugyanis ez nekem nem az első végigjátszásom lesz. Amit nem lehet ez alatt a végigjátszás alatt, hogy megmondjátok, hogy mit csináljak. Ennyi. Ezt a questet igazából érdemes megcsinálni, mert a vége felé ad egy Titanite szlebet, ami elég ritkább a játékban. Hm. Jó van. Itt megvagyunk szerintem. És itt lehet majd kiugrani. Hát... Igen, onnan lehet. Viszont most visszamegyünk, és a mosárba pedig úgy lehet lemenni, hogy a toronyból. Csak lefelé, igaz? Tehát, hogy ha most lefelé mennék a lifttel, akkor a mosárhoz tudnék menni. De az egy bosshoz kötődik, Sigurd hosszú kesztje. Volnérhoz, nem? Nem Volnér? Jorm, tényleg, mert Volnér a gyűrűs izé, Jorm pedig a Giant. Igen, igen. Most azért jöttünk ide vissza, hogy... Hát az a helyzet, hogy... Lenézünk. Igen. Ki lehetne nyitni azt az ajtót, ott körbe lehetne menni. Egyetlen egy flaskán van, hát hogyha nagy gáz van, akkor visszamegyünk. Igazából... Ja. Amúgy is vissza akarunk menni a piros miatt. Csatornán el tudsz venni a kői bonfire az. Igen, pont azon agyaltam, hogy most akkor mit csináljunk. Ez jó lesz, készüljetek fel. Ja, igen, nincs is varázslatom. Kezdjük ott. Miért nem itt van a nagy patkány a csatornában? Be is villant amúgy egy pillanatra. Jó, szerencsére kis patkányok is vannak. Ez jó, eddig. Ide kell majd a kulcs. Itt lehet majd lemenni, aha. Ó.
Csak van valami értelme, hogy ide tudtam jönni. Ott lesz egy lizard, és itt lesz egy bonfire. Ja. És itt leülünk szépen. És hazamegyünk. Meg kéne még halni. Tudjunk egy szintet szerezni. Ja, és itt lesz az invaderünk is. Very well. Then touch the dark cake now. Then touch the darkness within me. 4200 kell. Hát igen, itt azért ebben a DS-ben lassabban lehet haladni a szinteket illetően, mint a kettőben. Welcome. Very well. Then take no. Let these souls withdrawn from their vestments, manifestations of disparity, elucidated by fire. Itt remegyünk rá. Ó, sosem mondott még senki ilyen szépet, lovacska. Farewell, Ashen One. Ja, vágom, hogy el lehet adni a néminek. És ott még annyiba is könnyebb, hogy kiírja, hogy melyiknek milyen az ára. Mert hogy mennyi az ára. Mondjuk lehet, hogy pont most nem kellett volna fejlődnünk, amikor Iromanta bácsink van. Ah, there you are, unkindled one. I wish to express my gratitude for trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this majestic flame. As promised, I will impart pyromancies to you. Átadja rám a piromanciáját. Piromant a láng felerősítése. Lesz másik ilyen cuccunk, ugye? Csak azért kérdezem, hogy ezt érdemes fejleszteni, vagy majd a másikat, ami később lesz. Érdemes húzni. Az helyzet, nem tudom, hogy a másikat mikor kapom meg. Gyorsan ránézek. A másik majd csak a DLC-ben. Mi lesz a koncepció? Hát az, hogy varázslunk ezerrel. Főleg az Old Iron King varázslatát használjuk. Hát egy piromanta build összehozása a cél. Szervusz, Adam. Szia, Dunyuska. Üdv mindenkinek. Nem, sokban változik egyébként. A sebzés. Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy mennyire állja meg a helyét a csak varázsló író egyébként. Az lenne egyébként a jó, csak nem tudom, hogy mennyit ér. Mondjuk lehet rirollolni. Tűz hullám, nagy tűzvész. Ó, ilyeneket jó lenne venni. Villanó veríték. Megnöveli a tüzes sebzés elnyelését, aha. Nagy erős lángot hoz létre a kezedben. Tűzgolyót dobál. Ezeket kipróbálnám. A legtöbb NPC-t megöltem, szóval az alapjátékból az utolsó előtti bossnál abba hagytam, és most nemrég kezdtem egy új karaktert, azzal még nem jutottam messzire. Na, hajrá, Bazsi! Okay.
Lehet Noit renoválni a játékot csak varázslópályról. Komolyan. Az elég durvának tűnik. Pretty be careful. I don't want to see megéri, vannak Glasscanon bildek, amik konkrétan vásatolnak. Amúgy ilyen hibridet néztem ki elsőnek. Jó. Talán még egy gyűrűt be tudok rakni. Vérzés ellenállás. Sebzés elnyelés. Nem a Rozoga hídra megyünk, hanem ide a Szirt alsó részére, és megyünk a torony irányába. Segítünk Sigvardnak. Mert a Sigvardos rész amúgy is levisz a boss ajtaj elé. A rohadt fa ajtaj elé. Na hát én már is felejtettem, hogy te létezel. Oké. Hát csülős, ezért nem nagyon az én pályám, meg hogy nem. Az helyzet, hogy... Ez most egy olyan végigjátszás, ahol nyugodtan lehet spoilerezni. Hátsó leülésezés, az meg úgyse kell már. Ha kérdezek, akkor majd tudok segíteni. De hogy így vágom a játékot, láttam róla egy csomó No Hit Run streamet is. Meg vágom a bossokat. Igaz, rég játszottam a játékkal. Ez jó sokat töltött. Na minden igaz, itt az ajtón nem is tudnak bejönni. De... Iron Man szerkedése fekete trutyi szörnyek ellen lehet jó, amivé az élőhallottak nagy része változik. Igen, igen. Igen, igen. Na. Ha akarom csinálni Sigvardnak a küldélyet, akkor erre kell mennünk, igaz, srácok? Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Köszi, köszi. Aki ellen meg majd nem lesz jó a sima tüzem, az ellen majd jó lesz a fekete tüzem. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought. Then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I have a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. I could try to... No, I think not. He's far too overheated. Fel van hevülve a fejem. I've got to use my head and think. Ja, hogy az övé. I could try... Ja, hogy az övébe a... Értem, tehát a szörnynek a fejébe. Akar értelmet beszélni.
Valószínűleg itt nincs semmi lót. Hát ez jó lesz, kacok. No! You should have waited! Well, it's too late now. I, Sigward of the Knights of Katarina, fight by your side! Nagyon jól nyomod. Nagyon ne nyomjon. Tüzes enemi ellen harcolnia az én tüzemmel. Hát így le is fogunk esni. Akár. Ez halál. Jó, ez nem tudom, hogy nem lett halál. Halál eszik. Nem lett halál. Én voltam az, aki megölte. Mit szólsz ez? Tűz a drága kő. Szia. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Sieg Brau. To your vortex. My sword. And our victory together. Long may the sun shine. Milyen kis boldog. Pohár köszönte. Nyomjunk neki egy ilyen... Acsi. Nem ezzel kell? Ja, igen, nem azzel kell. Ezt cserélni akarjuk. Pohár köszönte. Nyomok egy ilyen. Vagy megcsapjuk. Tessék. Most nagyon jó lett. Baráti hátba csapkodás. Látjátok, fogom a semmit. Well, I'm going to have myself a little nap. Ha megiszom a sörét, akkor történni fog valami? Boldogabb lesz, hogy bármi ilyesmi? Hát, de most már tényleg szúnyogtam. Hílál, csak annyi. Ha itt van. Megnöveli az ellen, az él, az feltölti az életerőt, és ideiglenesen megnöveli a fagy ellenállást. Oké, és... Na jó, srácok, már érzem egy, nem tudom, fél egy órája, hogy olyan kimerültnek érzem magam, lehet, hogy mégiscsak érzem ezt a megfázásos, influenzás hülyeséget. Olyan, hát nem is tudom, ja, olyan kimerültnek érzem magam, úgyhogy szerintem mára ennyi lett volna a stream, sajnos, ne haragudjatok, pedig a terv az lett volna, hogy Life is Strange-ezünk még, ma megnyomjuk kicsit a DS-t, meg bosszozunk, meg ilyenek. De az a helyzet, hogy egyszerűen nem megy. Nem megy, ne haragudjatok. Úgyhogy nyomatom a teát, meg
padlizsánkrémemet, amit teli van fokhagymával. Csak jobban leszek. Úgyhogy, ja, most az lesz, hogy lefekszek, és pihenek egy kicsit, mert nem tudom, iszonyatosan kimerültnek érzem magam. Úgyhogy innen folytatjuk majd legközelebb.